Milyennek láttad a mai mérkőzést? Nagyon küzdelmesnek, mindenféleképpen. A játék az abszolút nem tetszett, tehát nem vagyok vele elégedett. Bizonyos szempontból a hétközi forduló után azért talpra álltunk ismét, de úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen lehetett volna győzni is. Sajnos megint nem sikerült. Amíg ilyen, tulajdonképpen ilyen mérkőzéseket nem nyerünk meg, addig úgy gondolom, hogy elég messze lesz még a bennmaradás. Úgyhogy végig kell küzdjük ezt a tavaszt. Bízom benne, hogy azért előbb-utóbb elindulunk, nagyon kevesen vagyunk, és most tulajdonképpen még nehéz helyzetben is voltunk, de azt hiszem, hogy ahhoz képest megoldottuk. A végjátékban pedig azt kell mondjam, hogy elégedetnek kell legyek az egy ponttal. Az edzések viszonylag jó hangulatba telnek, az edzések egy nagyon jó közösséget hoznak létre. A Buzás Attila egy nagyon jó edző, jó edzéseket csinál, sikerül azokat az elemeket begyakorolni, amik így meccsen is előjönnek. A pálya állapota nem teszi lehetővé a lapos-pasztos edzéseket, de ezeket megpróbáljuk minél többször belevinni a játékunkba. Hát ez a mérkőzés viszonylag nehéznek minősült a pálya állapota miatt. Viszonylag a fizikai erők domináltak. Hát nem vagyok elégedett a döntetlennel, mert több lehetőségünk volt, sajnos ezt nem tudtuk kihasználni, ezen legközelebb javítanunk kell. Jövő hét vasárnap játszunk Hódmezővásárhely ellen, viszonylag hasonló pozícióban vannak, mint mi. Mindenféleképpen győzni kell ott, hogyha többet akarunk ettől a bajnokságtól. Milyennek találtam mai mérkőzést? Hát egy küzdelmes, verekedős mérkőzés volt a pálya adottságából is kifolyólag. Ezzel a pályán nem lehet futballozni, méltatlan az NB3-as bajnoksághoz. A csapatát milyennek találja? Mi az, amiben esetleg nem mutatták a játékban azt, amit elvárt volna?
nem ezt vártam el, azt tudni kell, hogy nekünk 4 meghatározó játékosunk a mai nap hiányzott, 4 kezdő játékosunk hiányzott, csapatként nagyon jól küzdöttünk. Vegyes érzéseim vannak, mert a meccs ötletű aláírtuk volna döntetlen, de a játékképe alapján, úgyhogy a 82. percben még vezetünk 1-0-ra, egy ajtóablak zicserünk volt, meccslabdánk is mondhatnám, kihagytunk, kicsit így fájó a döntetlen. A következő mérkőzésünk az jövő hét vasárnap, a Honvéd jön hozzánk, hazai pályán mit is várhatni, csak a győzelmet.